A brutálatom, mint speciális terep és akadály futóverseny, már-már a kereskedelmi televíziókban látható túlélő showműsorokat idézte fel. Valahogy felmászni az épített homoktegy tetejére, ami bizony nedves. Onnét leereszkedni, aztán belecsobbanni a másfél méteres vízmélységű tavacskákba, mintha egy homokbányában lennének a versenyzők. És még jó néhány akadályba ütköznek ezután az ürgemezőnek hívott erdős területen, míg rátalálnak újra az egyenes sima szakaszokra, melyeken ilyen megpróbáltatások után nem tud már jó néhány ebbe először másodszor belekóstoló próbázó olyan sebességgel futni, mint a verseny elején. Dicséret a srácoknak, lányoknak, hogy így is bevállalták. Legalább a szimpla egykörös 5,5 kilométeres ösztávú akadályversenyt. Persze, akik a kétkörös igazi brutálatonfutás indulói voltak, és gond nélkül végigmentek, bőven egy órán belül értek célba, azok bizony a telepfutás hazai specialistái vagy élsportolók voltak, akiket furdalt a kíváncsiság, vajon ez hogy menne? Az egykörös brutálatom 72 éves hölgyversenyzője Varga Lászlóné igazi profinak számít ebben az akadály-terep kombinációban. Állandó résztvevője ugyanis a Spárta elnevezésű, a Paksihoz hasonló, kihívást jelentő egy évben három fordulós hazai versenyeknek. Naná, hogy ezt a Paksi ráadás sem mulasztotta el az idén sem. Mivel délelőtt aszfalton futott 8 kilométert, a brutálból a szimplát választotta. Ez szerintem nagyon jól megvan szervezve, talán még jobb, egy kicsit családiasabb. A Spárta már egy kicsit, hát az már más. Ezek jobbak, ezek a versenyek, mert családiabb. Jobban meg lehet, ugye ők már, az már gépiesen megyünk, csináljuk. Itt pedig lejövünk, jól érezzük magunkat, lefutjuk a magunkét, és akkor volt egy szép napunk. Hangulata van ennek a remek természeti környezetben fekvő változatos Paksi pályának, és persze a versenynek is. Mert hogy a közönség a szurkolók szeme láttára zajlik, jól beláthatóan, jól megközelíthetően. Az érdi hölgy már régóta igazi megszállott futó, s amondó, hogy ennek is köszönheti korát meghazudtoló fitségét, jó egészségi állapotát. Spártázni 6 éves spártázok, futni meg mindig futottam. Érdem van pályánk, egy OCR-es pályánk, mert a menyem az profinűzi, a fiam is, úgyhogy mi már ilyen, hogy hívják, épp most nyert Mizánóban négyszer egymás után 4 évet. A 15 éves paksi cselgáncsozó Kraus Kornél 2019-ben debütált a szimpla brutálon, már ekkor eldöntötte, ha teheti, újra elindul. A negyedik helyre okkal lehet büszke gyúdósként, megszenvedett érte. A vizes részeken, meg homokos részeken, ahol fel kellett futni, ott eléggé nehéz volt. Jöttek is a holdpontok, de legyőzte őket. Ahol át kellett kúszni a zöld ponyva alatt, ott kellett. Mivel nagyon jó futók végeztek előtte, tudja, az ő megelőzésükhöz még többet kell nehéz terepen edzeni, amit már most eltervezett. Szerintem inkább hosszabbakat fogok futni, meg kijövök majd a dombra is, néha-néha. A szurkolók és a kísérők is igyekeztek vissza a versenypályáról, hogy részesei lehessenek a dupla táv az igazi brutál atom 2021 győztesei érkezésének a rajt és a célkapunál. Ízlistekker Balázs, szekszárdi 18 éves atléta, középtávfutó nem tudott a sárdagasztás során olyan hátrányba kerülni, hogy a második körben ne érvényesüljön a futó tudása, ami a 2 évvel ezelőtt dobogós helyezés után csúcsra juttatta Pakson. A vizes akadályoknál, az összes vizes akadálynál és az utána lévő meredek emelkedőknél, ott a porozus talajon nehéz volt fölmászni, de azért volt előnyem. Hol szereztél elő? Hátul az erdős résznél, ott jobban tudtam menni. Balázs beleszeretett ebbe a versenytípusba, aminek propagálója is lesz a futók között. Én mindenféleképpen jönnék, és amint visszaérünk, az egyesületben lévő fiataloknak felvetem az ötletet, hogy jöjjenek ők is velem. A női győztes is abszolút gyakorlott, megszállott szabadidős futó, aki Kaposvárról érkezett, és vágyott az ilyen kihívásra, amivel most Pakson találkozott először. Mint mondta, szenvedéssel és gyötrődéssel járt a siker, de megérte. Hú, nehéz volt, tényleg brutális volt a pálya, ahogy mondták is itt a rajtnál. Az a vizes árok, és utána a homokos dombok azért keményen megdolgoztatták az izmokat.
A legkritikusabb, ezek a homokos dombok, azok voltak a legnehezebbek, ott csak így lépésbe lehetett haladni inkább. Jelzés értékű, hogy a fiúkkal is képes volt sok esetben lépést tartani, sőt megelőzni, legyőzni őket. A mezőnyben futó férjével is ezt tette ezúttal. Most én voltam az ügyesebb, de ő is nagyon jó. Itt az elején már elfutottam, egy kicsit egérutat nyertem a tömegben, és akkor úgy utána már csak így integettünk egymásnak. Ami azt illeti, a hosszú távú futóversenyeken, ahol együtt indítják a nőket és férfiakat, nem ritkán fordul elő, hogy a hölgyek képesek megelőzni bent a mezőnyben a férfiakat, és összetettben is előkelőbb helyen végeznek. Erre a 900 embert megmozgató egésznapos atomfutás sok versenyszámában akadt példa bizony, így a napot záró kirakat versenyen sem volt ez másképpen.